Valószínűleg a környéken lakók kérésére a közlekedési hatóság úgy döntött, hogy itt létrehoznak egy lassítót. A képen látható lassító lényegében nem más, mint egy jávorszarvas teszt, ahol az autó egy teljes útszélességnyivel hirtelen jobbra, majd vissza kell, hogy térjen az eredeti nyomvonalba. Hogy ez bejötte a környéken lakóknak, nem tudom, de az biztos, hogy a kirakott bójákat rendszeresen az autósok félreütik, kidöntik, és láttam már súlyosabb baleseteket is történni ezen a helyen. Szerintem elég agyatlan dolog volt, de ha már így történt, akkor ezt a helyzetet ki tudom használni arra, hogy az FSD-t ezen a jávorszarvas pályán leteszteljem, milyen módon tud átmenni rajta. Az autósok itt általában olyan 70-80 mérföldes sebességgel át tudnak hajtani. A méréseket kilométer per órában végeztem, átkapcsoltam a Teslát mérföldről kilométer per órára. Ez a legelső teszt, amit most láttok, jobbra lent a Tesla-kam, a főképernyőn pedig a bentről látható kép. A legelső tesztet lassú 30 km per órás sebességgel tesszük meg, nyilván itt semmiféle probléma nem adódik. A bal felső sarokban, ahol ki van nagyítva, ott látszik, hogy ezt a kanyart például 29 mérföldes sebességgel vette be, tehát 1 km per órát vesztett, lassult, mielőtt nekifutott volna. A következő teszt 10 km per órával gyorsabban, tehát 40 km per órával történik. Itt a műszer 39-et jelez a kanyarnak a csúcsán. A következő teszt megint 10 km per órával gyorsabban, 50 km per órával történik. Az autó a beállított sebességgel közelíti meg a jávorszarvas tesztet, de aztán körülbelül itt mindig lelassít, jelen esetben például, hogy látszik, 41 km sebességre az 50-ről. A következő teszt 60 km-es sebességgel történik, megközelítés 60 környéki sebességgel. Minél gyorsabban megyek, annál jobban lelassít a FSD. Itt például 47 km-es sebességre lassított le, a kanyart jól bevette. És a következő teszt 70-nál történik. A 70 km-es sebességnél én már úgy éreztem, hogy már alig-alig biztonságos, kicsit meg is fogtam jobban a kormány, de még megcsinálta saját maga. Egész biztos, hogy jobban megközelítette a bolyákat, és itt látszott, hogy át is mentünk a felező vonalon egy rövid ideig, tehát instabillá vált az FSD működése a jávorszarvas teszt után, és végül a 80 km-es sebességű megközelítésnél fogom a kormányt, és itt úgy éreztem, hogy ezt már nem fogja tudni megcsinálni, tehát átvettem a irányítást az FSD-től. Kézi irányítás mellett ezt a jávorszarvas tesztet meg lehet csinálni olyan 70, talán még 80 mérföldes sebességgel is. Annál gyorsabban Teslával valószínűleg nem, de meg kell, hogy mondjam, hogy a Tesla nagyon-nagyon jól veszi ezeket a teszteket, tehát én magam úgy kézi vezérlésnél meg vagyok elégedve. Tulajdonképpen az FSD-vel is jól lelassított minden alkalommal.